A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és az Inhotel szervezésében megrendezett képzőművészeti tábor alkotásaiból nyílt kiállítás Hajdúszoboszlón. Ukrajna, Szlovákia és Magyarország képzőművészei vették birtokba a várost. Az egyhetes alkotótábor nem először került megrendezésre, korábban a Déli Báb Hotel adott otthont a festőknek, grafikusoknak. 3 évvel ezelőtt azonban dr. Inácsi Miklós felkarolta a tábort. Ezek a művész urak régebben jártak itt más Szoboszlón, és amikor Déli Bába megszűnt a lehetőség, akkor én felkaroltam ezt a lehetőséget, és úgy gondoltam, hogy ezt hosszú távra szeretnénk, hogyha működne. Ma már 3. alkalomkor van itt nálunk megrendezve, de a jövő célja az, hogy több országból a művészeket, akik itt Magyarországhoz közel állnak, úgy jövőre reméljük, hogy Erdélyből is sikerül, ma már van Szlovákiából, Ukrajnából és helyből Magyarországról. A jelen pillanatban itt 8 művész van. Ezek különfajta művészek, kerámikus, grafika, festészet, üvegtechnika. Az az igazság, hogy amiben én jót látok és szépek vannak, azokat én szoktam szeretni. Tehát azt nem mondanám, hogy nagyon értek hozzá, de ami a szemszájnak ingere, én azt, ha lehet, akkor igyekszek közel állni hozzá. Elsősorban azok az alkotások tekinthetőek meg a tárlaton, melyek a tábor ideje alatt készültek. A művész urak eljönnek ide egy 10 napra, és akkor itt alkotnak, tehát járják a várost, megnézik, ihleteket merítenek, és közben itt adunk lehetőséget, ahol tudnak alkotni. Most múlt héten csütörtökön jöttek a művész urak, és a jövő héten fognak menni, tehát egy 10 napot vannak itt, és az itt lévő alkotásokat, jó részt azokat mutatják be. Nyilván amihez olyan technika kell, amit itt nem tudnak megcsinálni, az hozzák magukkal, de a festészet, meg az ilyen dolgokat, amihez ecset kell és festék, meg iklet, azt itt helybe csinálják. A művészek csütörtökig vendégeskedtek Hajdúszoboszlón, de jövőre ismét a városba látogatnak, hogy új alkotásokkal ajándékozzák meg az itt élőket és az ide látogatókat egyaránt.